A karácsony az év azon időszaka, amikor hálát adhatunk az emberi kapcsolatokért és az Isten szeretetéért. Így fogalmazott karácsonyi üzenetében a Papnevelő Intézet rektora. Martos Levente Balázs, a római katolikus pap szerint az ünnepekben előtérbe kerülnek a találkozások, az értékes kapcsolatok, és ezek által értékessé válik az idő is, amiért minden nap hálásak lehetünk. Nekem az utóbbi években mindig megadatik ez a már-már luxus, hogy van egy saját karácsonyfám. És erre a karácsonyfára felteszem azokat a díszeket, amelyeket az elmúlt években, lassan évtizedekben jobbára másoktól kaptam. Sok díszről még tudom, hogy kitől kaptam. Van közöttük olyan is, amelyeket barátaim saját kezükkel készítettek, vagy éppen gyerekeknek a keze munkáján dicsérik. Van közöttük újra hasznosított tárgyakból készült dísz is, amelyik valami egészen új célt szolgál most már. És amikor eljön az az óra, amikor feldíszítem a karácsonyfát, olyankor egy kicsit velük is vagyok. Felidéződnek azok a találkozások, arcok, mosolyok, amelyek igazából szépé tették ezt az elmúlt időt. Az elmúlt évek, évtizedek, amelyek ilyen módon a karácsonyfára felkerülnek, egy kicsi tükrét jelentik annak az évnek is, ami mögöttem van. Ahogyan így rakosgatom a díszeket, tulajdonképpen elkezdek hálás lenni az időért. Értéket, jelleget kapnak a napok. A kipipált feladatok helyett, és a furcsa ürességet, ami ilyenkor, olykor a szívemben marad, egy sor találkozás, értékes kapcsolat kerül előtérbe. Amikor az időt ilyen módon, mint egy cseppfolyosan érzékelem, amikor az időnek jelentése az emberi kapcsolatokban, és persze az Istennel való kapcsolatban is megvalósul, akkor ez az idő igazán értékes lesz. Ezért tudok hálás lenni. Sokszor eszembe jut az a régi imádság, amit még egy lelkiatyámtól tanultam, hogy Uram, engedd, hogy ne akarjam megváltoztatni azt, amit nem lehet megváltoztatni. Segíts, hogy alakíts csak azon, amin érdemes, és add meg a bölcsességet, hogy a kettőt jól elválasszam egymástól. Ha így tekintünk a múltra, a hálaadás ezeket az ünnepnapokat a kapcsolat ápolásának és az önmagunkkal való kibékülésnek is a szép idejévé teheti. Azt hiszem, erre nagyon nagy szükségünk van. Nem igaz, hogy csak magunkat kell szeretni. Ugyanakkor igaz, hogyha önmagunkkal nem vagyunk békében, akkor másokat se tudunk majd szeretni. Ez a kettő együtt halad. Számomra hálát adni a kapcsolatokért és Isten szeretetért azt is jelenti, hogy kibékülök önmagammal.